Megjelent a borászati füzetek 2019 első száma. Ezt a számot elsősorban a biológiai termesztés, illetve a bioborkészítés, többek között pedig a nemzetközi biopiac feltárásának szenteltük, de természetesen nagyon sok más érdekes cikk is van benne. Ebből talán emeljük ki egy kicsikét a nemzetközi biopiacot. Jelen pillanatban olyan közel 400 ezer hektárnyi bioszőlő termesztés van, ami a világ szőlőtermesztésnek kb. 5%-a. Ez a szám viszont évről évre növekszik, hiszen egyre nagyobb igény a biológiai termékek, és ezen belül természetesen a biobor iránt is. Ennek egyébként az egyszerű magyarázata az, hogy az emberek sokkal inkább környezettudatosabbak, tehát egyrészt szeretnék azt, hogyha a természeti környezetük kevésbé lenne vegyszerekkel szennyezve, ugyanakkor az egészségtudatosság is megjelenik benne, hiszen nem akarnak a szervezetükbe teljesen idegen anyagokat bevinni. Azt tudjuk, hogy a bor az élelmiszer, és ráadásul élvezeti cikk is, tehát nem mondhatunk le róla. Éppen ezért évről évre folyamatosan nő a biotermékek, és ezen belül a bioboroknak a előállítása és a fogyasztása is. A világnak mely területeire jellemző leginkább az, hogy a fogyasztói trendeket eképpen is követi a borászati szakma? A termesztésben és elsősorban Európa és Észak-Amerika az, ami vezet, de természetesen az újvilági borászatok, tehát Dél-Amerika, Afrika, Új-Zéland, Ausztrália is beszállt ebbe a meccsbe, hiszen elsősorban a fogyasztók határozzák meg azt, hogy mit szeretnének. Ugye az előbb említett közel 400 ezer hektárnyi bioszőlőterület, ami a világon van, ez azért folyamatosan nő, és ennél azért jóval több, hiszen nagyon sok borász biológiai módon termeli meg a szőlőjét, lehet, hogy nem jelentkezik be, de ökotudatosan, lehet, hogy nem készít belőle biobort, vagy legalábbis nem minősíteti, de gyakorlatilag a termelőkben is megvan ez az igény. Részben azért is, mert talán egy kicsit olcsóbb, másrészt pedig megvannak azok a készítmények, amelyekkel együtt tudnak dolgozni. Ne felejtsük el, ugye itt azért korlátozottak a felhasználható növényvédőszerek, illetve a borászatban használható vegyi anyagoknak az aránya vagy a száma. Ráadásul az uniós e felé hat, van ugye egy növényvédőszer dereguláció, ami bizonyos hatóanyagok kivonását vagy egyszerűsítését tűzte ki célul. De ha visszamegyünk egy picikét a szőlőtermesztésre, azért Európa ebben a bioszőlőtermesztésben, vagy ökoszőlőtermesztésben ugye nagy hatalom, hiszen 80%-át a bioszőlőtermékeknek itt állítják elő. Ebben talán a legnagyobbak a spanyolok, ők egy olyan 130 ezer hektárnyi területen termelnek, őket követik az olaszok és a franciák egy 120, illetve 100 ezer hektárnyi szőlővel. Jelen pillanat Magyarországon, ugye a magunk is 65 ezer hektárjából kb. 5% részesedik a minősített bioszőlőtermesztő. Ez a szám viszont a tendenciák szerint 2022-re évente akár 10-12%-kal is növekedhet. Ezt ugye elsősorban a fogyasztó igény hívja életre. Ugye a legnagyobb fogyasztók, és talán egy picit menjünk vissza a termelőkhöz. Spanyolország az egyik legnagyobb biobor exportőr az olaszok mellett. A franciák azok a saját bioszőlő termesztésükből származó bioborokat pedig zömében elfogyasztják. Emellett viszont nagy fogyasztó az észak-európai országok, akár Németországra gondolunk, Dániára, Svédországra, de ugyanúgy az angolok is. Észak-Amerika, tehát az Egyesült Államok, illetve Kanada is beszállt ebbe a piacba. A szőlőtermesztésben el kellene indulnunk kelet felé is, hiszen a kínaiak is nagyon sok szőlőt telepítettek, amit ökológiai termesztésben használnak fel, Indiában is, bár ezeknek egy java része csemegeszőlő, akár csak Törökország vagy Görögországban hasonló módon. Tehát itt azért megjelenik egyrészt a csemege és mazsolaszőlő, másrészt pedig a borszőlő a világon. Egyelőre nagyon kis részét teszi ki a bioszőlőtermesztés a teljes képnek. Hogy látod a jövőt? A jövő mindenképpen a növekedésé. Addig, amíg kényelmes volt a növényvédőszerek felhasználása, addig nem jelentett problémát az, hogy levegyszerezzük a szőlőket, és nem mérték azt, hogy mekkora a terhelés, a környezet terhelése ezeknek a készítményeknek. Ma pedig ugye mindenki figyeli. Nem véletlen az, hogy az Unió folyamatosan mérni, vagy mérni szeretné talán a növényvédőszer maradékokat a borban. Ugye ez egy veszélyes dolog, hiszen ha
mely átkerülnek ezek a növényvédőszerek a borba, az akár akkumulálódhat a szervezetben is, tehát felhalmozódhat, és ez később akár hosszú távon maradandó szervi károsodást is okozhat. De szerencsére nincsen így, jelen pillanatban nem tudtak kimutatni még olyan készítményeket. Gondoljunk csak a gombaölőszerekre, hogyha egy gombaölőszerrel lepermetezzük a szőlőt, mielőtt lebomlana, leszületeljük, akkor ez megakadályozza azoknak a baktériumoknak a munkáját is, amelyek a borban dolgoznak, amelyek a musból ugye erjedés során bort készítenek. Tehát eleve már ez a borásznak nem érdeke. Így aztán szerencsére egy kicsit mossuk a kezeinket, tiszta boraink vannak, már ami a vegyszer mennyiséget illeti, maradék vegyszert. A borászati füzetek első számából még mely cikkeket ajánlanád az olvasóknak? Hát talán nagyon kedves téma a legelején az év bortermelője, Aradhegyaljáról Balla Géza, aki beszámol arról, hogy hogyan is kapcsolódik itt a Kárpát-medencei szőlőtermesztéshez az ő területe, a ménesi birtokok. Azt azért el kell mondani, hogy valamikor a nagy-magyarországi területen három helyen születeltek asszút. Az egyik az a szerémi borvidék volt, ami a mai Szerbia területén található. Aztán Tokajról talán nem kell beszámolni, hiszen mindannyian istenítjük. És hát ugye Aradhegyalja volt, és ráadásul három közül itt vörös aszukat születeltek. De ha kicsit tovább megyünk már a témakeresésben, akkor az ökológiai szőlőtermesztésnek nagyon sok aspektusát jártuk körbe, legyen az a fajták, vagy pedig a szőlőművelés területe. De ugyanígy beszéltünk barmarketing kapcsán, az, hogy Magyarországon körkérdés alapján megnéztük, hogyan viszonyulnak hozzá a termelők, milyen piaci lehetőségeik vannak, illetve hogyan állnak a termesztés, illetve a szőlőfeldolgozás borászat területén.